Üdvözlök mindenkit egy új videóban, egy rendhagyó videóban, amelyben a RustFest.com-ról lesz szó. Szponzorációs videóról van szó, ugyanis a RustFest.com megkeresett konkrétan a közvetítő, hogy nem csinálnék-e videót esetleg az oldalukról, amely tulajdonképpen egy gambling oldal. Tudjátok, jó, hogy rengeteg skinekkel foglalkozó oldal van mostanában, akik ilyen gambling oldalakat csinálnak, Coin Flip, Jackpot és egyéb tekintetében, és megkerestek, hogy nem próbálnám-e ki ezt. Nem sűrűn szoktam elfogadni a szponzorációs felajánlásokat, elég sok megkeresés van, higgyétek ahhoz képest milyen kicsi a csatorna, szóval általában nem szoktam egyébként elfogadni, de ettől függetlenül ezt elfogadtam, ugyanis több neves youtuber is egyébként csinált róla a videót, például Hold és az azt hiszem Casey Amu is, talán nem is biztosan ő, de Hold és az például biztosan, és egész jónak is tűnik egyébként az oldal, ki is próbáltam jópofa, ezt mindjárt látni is fogjátok. Előre mondanám, hogy én nem erőltetek senkire semmit, én most nem akarom ezt a gambling drámát egyébként, tudjátok jó, hogy volt ilyen is, nagyon felállítogatni. Egyszerűen szponzorációs videó, csatorna fejlesztéséhez az adott kis összeg, amit kapok érte, jó lesz, higgyétek el, több játékot tudok megvenni, több játékot tudok nektek bemutatni, játszani élőben vagy videó keretében. Ez erről szól tulajdonképpen, és egyébként kipróbálva az oldalt, egész fán volt. Tényleg jót szórakoztam, pár kört nyomtam, mindjárt tényleg meg is fogom nektek mutatni. És egészen korrektan működik az oldal, nagyon rendes volt egyébként a Chávez is, aki megkeresett, abszolút korrekt volt, időzónához igazította, hogy mikor ér rá, mikor tud segíteni, hogyha majd felmegyek az oldalra, viszont nem befolyásolt semmit, tehát azt ne gondoljátok, hogy ő vele játszottam, hanem egy random emberek, akik fel vannak az oldalon, lehet játszani, felmentek ti is, ki tudjátok próbálni, nézzük is meg, hogy miről is van itt szó. Szóval kaptam néhány kisebb, gagyib skin, meg egy-két értelmesebbet is, és ezekkel kell majd játszani. Lehet jackpotot vagy coinflipet játszani, én szerintem coinflippel fogok szórakozni. Ugye a coinflip az tulajdonképpen annyi, hogy minél több itemet pakolsz be, minél nagyobb értékben, annál nagyobb esélye lesz annak, hogy te nyered meg konkrétan a nyereményt. Tehát például itt van, ezzel be tudunk joinolni, itt 6 dolcsi van. Hát, nem tudom, hogy megéri-e. Az a baj, nem tudom pontosan milyen skinjeim vannak. Meg ugye ezeket majd egyesével el kell fogadtatni, hogy a Steam-mel, amikor majd belépünk, de nem baj, megoldjuk. Tegyük be akkor ezt a követ. Meg tegyük be... Nem tudom, tehát így fogalmam sincs, azt tudom, melyik skineket adtak, mondjuk ezt. Ez 5,6, de látom felbukkant egy új, ez 4,8-as, jó, akkor menjünk ide. Egy 3,5, jó, mindegy, depozit, nézzük. Na, jó, megnyertük. Fantasztikus, én nyertem. Nem értettem, hogy mi történik, megkérdeztem közben a tulajdon, mert ugye Steamen kommunikálunk. Ja, és ne értsetek félre, nem vele játszok, tehát igazából... és you won nice. Igazából nem, nincs befolyás rá. Ezt mondták, hát nem tudom, ez mennyire igaz, vagy mennyire élhető, ezt mondták, hogy nem velük fog játszani, nem random emberekkel. Én nem értettem, hogy mi történik, szóval az a lényeg, hogy ha csinálunk egy játékot, akkor meg kell várni, amíg valaki csatlakozik. Becsatlakozott a srác, csak nem figyeltem, nem voltam időbe belekattintva, éppen a végére értem oda. És elvileg ugye most megnyertem ezt a két skint, ezt az alkászkint és ezt a pisztolyskint, és akkor ezt én megkapom. Egyrészt megkapom a shotit is, amit bepakoltam, ilyenkor rá kell bökni, hogy csere elfogadásra, elfogadjuk, és akkor ezt vissza kell igazolni ugye telefonon. Most ezt szépen visszaigazolom, és ezt elvileg nem is kell visszaigazolni, amit kaptam, ugye? Ezt nem is kell visszaigazolnom, ezt megkaptam, kész. És karakter megnézése, és elvileg itt látszódni is fog. Hát nem a Dota, nem tudom miért játszottam a Dotával, vagy életemben egyáltalán, mindig. Vagy beléphetünk egy másikba is. Nem csinálunk másikat, tegyük be még egyszer a shotit. És akkor ezt megint vissza kell igazolni, hát igen, mondjuk ez egy kicsit necces, hogy ezt mindig meg kell csinálni, de nem baj. Jó, és akkor itt van az új. És waiting for player, na igen, ezt nem nyitottam meg az előbb. Ugyanazt a shotit betettem, ez 12 dollárt ér. Ez egészen értékes, polymer pump shotgun. Jó, 50% esélyem van nekem, neki pedig 49,54, egy garázsdort, gerisdort, meg egy ilyen pump, vagy waterpipe-ot rakott. Oké, nyertünk megint, fantasztikus. Alakul. Jó van. Na nézzük, itt mi van, Campfire, ez nem kell, ez nekem megvan. Nézzük egyébként valamit, ami érdekes. Lehet itt Alká van, Piton, ezek nem jó skinek, ezekben nem csatlakozunk bele. Csináljunk mi egyet. Tegyük fel mondjuk, ezt a sárga plétet, meg tegyük fel ezt a sleeping baget. Wow, a srác most megpörgette, ugyanaz lépett be. Most neki van nagyobb esélye nyerni, hát kíváncsi vagyok, hogy ez mit jelent. Hát ugye ilyen fél százalékokról van szó, szóval meh. Eléggé kül.
ezt is megnyertük. Jó, addig fogunk menni, amíg nem veszítünk. Na, tegyünk fel valami mást. Nyertünk ugye egy alkát. Egy alkát. Meg ezt a szamuráj cuccot, jó, tegyük föl ezt. Meg esetleg még egyet feltehetünk. Hát én nem tudom, mondjuk... hát mondjuk ezt a Lone Wolf Door. Még el nincsen skin, ezt lehet megkirálni. Good. Na nézzük, beléptem egybe elvileg. Most fogom elfogadni itt a kis telefonomon. Elvileg ennek van nagyobb esélyem megnyerni ezt. Nézzük, 4,82. Az annyira egyébként nem csatlakoztak, ezért léptem be ide. Hát, ha megnyerjük. Rip, nem nyertük meg. Nem baj. Nos, hát ennyi lett volna röviden összefoglalva, amit láthatjátok itt a historikban meg is tudjuk nézni. 5 meccset toltunk, abból 4-et igazából megnyertem, és azok egészen szép értékűek voltak. Egyet elvesztettünk, egyébként itt 3 költ is ugyanaz a srácsal játszottam, de mindegy. Fun, el lehet vele szórakozni, nem mondom azt, hogy én speciál ezzel foglalkoznék külön. De mint ahogy a videó elején is mondtam, ez igazából nem is erről szól, ez egy szponzorációs, szponzorált videó, és tulajdonképpen ezért is készítettem el. Alapjáton is szoktam ilyen gambling oldalakon játszani. Van több ismerősöm is, aki csinálja, és sok skint is kivesz egyébként belőle, van olyan is, aki sokat el is veszít. Ezt mindenkinek igazából majd saját maga eldönti, hogy mennyire éri, meg mennyire szereti, mennyire akar belevágni. Ha van pár fölösleges tényleg szívszal skinetek, akkor mindenképpen ajánlom. Lehet belőle szakítani akár egész jókat is, akár alkászkineket is, mondjuk pulóverekből, nyilván, hogy csak többet össze kell rakni, mint tudom, 4-5-5, és akkor abból is lehet. Vagy hogyha esetleg sok skined van, vagy ha nem számít az, hogy elveszíted, akkor ajánlom. Nem erőltetem senkire, tehát ha szeretitek, próbáljátok ki, ha nem, ez teljesen rajtatok múlik. Remélem azért tudtam egy kis jó angolatot csinálni nektek estére, valószínűleg este töltöm fel egyébként a videót, remélem, hogy akkor ez korrekt lesz. És remélem azért tetszett is nektek, még hogy a szponzorációs is, tudjátok jó, hogy nem ezzel van elásztva a csatorna, de hogyha adódik egy normális lehetőség, akkor mint ahogy ezt mondtam is, el is fogom fogadni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha megnéztétek, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, nézzétek fel a rastfest.com-ra, és a következő videóban találkozunk. Addig is legyetek jók, sziasztok!